nincsen rendelve. Hagyományos csokoládé a régi ízek szerelmeseinek, mákos marcipános fagylalt az ínyenceknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a választék idén sem csökkent a fagylalt piacon. Egy-egy helyen akár 20 különböző édességből is választhatnak a vásárlók. Ebben a belvárosi cukrászdában találta meg kedvencét Hajdú Vince is. Kupikék. Milyen fagyikat szoktál még enni? Eppel, vanília, meg pisztácia. A gyerekek körében még mindig a teljesebb, illetve kedvenc meséjüket idéző fantázia névvel ellátott fagyik kedveltek. A felnőttek ezzel szemben szívesebben választják a gyümölcsösebb üdítő ízeket, főleg kánikula idején. Azoknak a tábora is évről évre nő, akik az egyedi összeállításokat keresik. Keresik, és van olyan vendégünk, aki úgy jön be tavasz, hogy és az idén mi lesz a legújabb, tehát muszáj haladni a korral, illetve nekünk sajátunk az, hogy mivel magunk készítjük a fagylalt recepteket, ezért nagyon sokszor merítünk a cukrászatból, és átfordítjuk a sütiket fagyira. Két éve a pandémia előtti nyáron átlagosan 280-300 forintba került egy adag. A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének adatai szerint idén a jó minőségű kézműves fagylaltot átlagosan 300-350 forintért kínálják. Az árak emelkedésére a nyersanyagárakon túl a bérköltségek drasztikus emelkedése is hatással van. 250 forint volt, és tavaly nem mertünk emelni, bár az alapanyagok igényelték volna, de nem akartunk, tehát egy nehéz év volt mindenkinek. Levendulás, citromos és fűszeres gyümölcs. Ezek a nap ízei ebben a fagyizóban. Itt kimérve vehetnek fagylaltot a szolnokiak, ami adagonként átlagosan 350 forintot jelent. A különleges ízek mellett egyre többen keresik az allergén anyagoktól mentes specialitásokat is. 24 fajta fagyink van, abból kettő mindig ugye cukormentes, de mind gluténmentes, tejmentes és vegán. A hazai mesterek az évfagylaltja versenyen idén ismét megmérkőztek. A megmérettetésre 63 nevezés érkezett. A legjobbnak a Bíborka Fantázia nevű helyi alapanyagokból főzött fagylaltot választotta a zsűri. Az év fagylaltjában ötvöződik a csili, a csokoládé és a szeder.